Hát, ha ti is tudtok valamit erről a hangszerről, van tippetek, ötletetek, hogy mi lehet ez? Lant, hát a zongora ez kicsit távolabb áll az igazságtól, bár húros hangszer az is. A lant az már közelebb áll az igazsághoz. Valaki még pontosabban tudja, netán? Nem. Akkor elárulom, hogy a lant félék családjába tartozik, ami azt jelenti, hogy olyan az építése, mint a lanté, kivéve abban, hogy a nyak és a test egyben van, rövidebb a nyaka, mint a lanté, kevesebb húr van rajta, és nincsenek rajta érintők. Tehát nagyon pontosan le kell fogni a hangot ahhoz, hogy tisztán szólaljon meg. Tehát a lantnak egy egyszerűbb változata, amit manapság főleg népzenészek használnak Erdélyben, illetve régi zenészek, ugyanis már a középkorban is az énekmondók kísérték ezen a bizonyos hangszeren a dalaikat, aminek a neve nem más, mint koboz. Hallott már valaki erről? Koboz. Nem. Úgyhogy itt az alkalom, hogy megismerkedjetek a kobozzal, ami így néz ki, és a hangját is már hallhattátok. Úgyhogy legközelebb már biztos, hogy fel fogjátok ismerni.